Vettünk levestésztet, ami 650 forint volt, és 2 lángost 4500 forintért. Tartsanak a 9 TV új műsorával, ahol kiderítjük, hogy milyen élelmiszert vásárolhatnak a kedves árusoktól és termelőktől, honnan származik a választék, és ötleteket is adunk, hogy a megvásárolt portékából mi kerüljön az asztalra. Sőt, az is kiderül, hogy melyik terméket hol és mennyiért tudják megvásárolni. Pár hete a Pancs Gasztró piacon forgattunk, ahol fantasztikus illatok és nagyon segítőkész eladók fogadtak. Maga a hangulat annyira megfogott, hogy Attilával, a 9 TV programajánlójának szerkesztőjével úgy döntöttünk, hogy a piacozás élményét érdemes lenne valahogy átadni. Egy diétás, sajt nélküli lángos evés lehetősége, meg már csak hab volt a tortán. Akkor még nem tudtuk, hogy nem az ország legismertebb piacán kellett volna kezdeni. A következő vásárlás árát is elköltöttük ma. Ezen megosztozunk. Az ünnepekhez közeledve a vasárnapi ebédek origójának számító húsleveshez és rántott húshoz vásároltunk be. A húsvéti sonkán kívül talán ez az az étel, amit a legtöbben fogyasztanak majd a hétvégén. Márta kérése, hogy szabjunk valamilyen összeghatárt, legyen a költség 6000 forint, és a 4 személyes adagot összesen 6000 forintból hozzuk ki, hát gyakorlatilag az első helyen, Gábornál, a szemfüles hentesnél dőlt meg. Érdemes nekem esetleg csontos karajt venni, vagy... Mindenképpen csontos karajt vásárolnék, és akkor kicsontozom, felszeletelem annak. Az nagyszerű. Akkor azt kérek szépen, és egy kilót. Egyedül megeszem. Na, nézzünk már egymásra. Azért mi hárman szerintem, ha négy szeméről beszélünk, mi hárman ezt simán megeszünk. Mert hogy ebből lesz egy leves, ebből meg a rántott hús. 2,60, 6,100 forint. Az álmos könyv szerint se jó, ha egy kereskedő így mosolyog. Minden esetre Gábor megdolgozott a pénzért, amíg felszeleteli, vagy inkább mondjuk azt, hogy feldarabolja a húst, gyorsan megvásároljuk a leveshez szükséges tésztát és zöldségeket. Ekkorát akar? Ez? Hello! Nem kell, de hogy itt a kosár. Levesbe kellene nekem zöldség, sárgarépa, zeller, fehér répa. Pontosan, Attila, ezek mehetnek is a levesbe, a hús mellé. A legtöbb magyar étel alapja a vöröshagyma, amiért kilónként 500 forintot kértek a kofák. Pont ennyibe került a kígyóborka, a karfiol, a picit jobb minőségű burgonya, vagy épp a sárgarépa is. Gyorsan vettünk is, hiszen ha nincsen répa a levesben, nem tudunk majd rendesen fütyülni. Honnan van a hús egyébként? Kanadában. Kanadából? Komolyan? Nem hiszem el. Mert minden magyar hús nálunk, ami van. És honnan származik az áruja? Mindenféle? Nagybani piacról. Kezi csokolom, majd 5 szem paradicsomot szeretnék kérni, és 3 szem paprikát. Aha, 3 szemet kérek. A tavasz slágerterméke a retek és az új hagyma, melyet csomónként már 300 forintos áron is be lehetett szerezni a piacon, és a 70 forintos tojást sem mondhatjuk túl drágának. Ezek kiváló köretei lehetnek a húsvéti sonkának, na de hogy milyen sonkát ajánl a szakember, ebben Pásztor Józsefet kérdeztük a pazarul berendezett hentes pultjánál. A legjobban a kötözött sonkát viszik meg, ezt a parasz sonkát. Az mind a kettő egy szuper termék. Az a különbség, hogy ezt egybe füstölik meg, ezt a nagy sonkát, és mi daraboljuk. Ez pedig részeire van szedve, és akkor úgy van füstölve, így van. Kétszemélyes. És ami nekem a nagy kedvencem, ez a parassonka csülök. Mert ebből egy nagyon jó lehet bográcsozni. Ez a. És csak így le van vákumozva. Ez a nagy sonkának a csülök része. Ez egy szenzációs. És abból csinálsz egy? Babújást. Azok számára, akik még velünk vannak, van itt egy tuti tipp. Az emeleten a sarokban található Panoráma ételbár standjánál, ha valaki azt mondja, hogy a 9 TV-től érkezett, és csak pár kérdést szeretne feltenni, akkor a magyaros konyhán dolgozó srácok ingyen adnak egy egészen finom limonádét, cserébe, ha nem kell nyilatkozniuk. Érdemes kipróbálni, ez húsvét előtt még működött. Legyen kártya.
4500 forint. Köszi. A 6000 forintos húson és levescsonton felül vettünk zöldségeket, ami körülbelül 2000 forintot jelentett. És azon felül vettünk levestésztet, ami 650 forint volt, és kettő lángost 4500 forintért.